Sziasztok! A mai nap folytatjuk a maszkolásos sorozatunkat. Gyakorlatilag az előző részben már egy átlátszó felirat hátteret sikerült kimaszkolnunk, azaz különböző képet, ikonokat, illetve logókat fel tudtunk rakni úgy, hogy annak a háttere ne látszódjon, illetve természetesen abban a logóban, azaz abban a feliratban a kettő nagyjából ugyanaz, valami kép mozogjon. Azaz a maszkokat megismertük, hiszen kitakartunk egy részt a képről, és a mögött ott mozgott a videó. A mai részben pedig már egy olyan megoldást keresünk, ahol nem egy átlátszó vagy fekete-fehér képet maszkolunk, hanem olyan színeket, amiket meg tudunk előre határozni. Első lépésben ezt a képet, ezt a kis virágos ágat rá fogjuk tenni egy sivatagos videóra. Nyilvánvalóan ehhez kell egy videó, meg egy kép. A képnél, ahogy látjátok, nagyon fontos az, hogy egy színű háttere legyen, egy jól definiálható, jól meghatározható szín legyen, amit el szeretnénk tüntetni. Ha nem ilyen a képünk, akkor ezt a módszert nem tudjuk használni. Azaz nézzük is meg, hogyan működik ez a dolog. Első lépés, természetesen a videósávra rátesszük a videót, és az elejére igazítjuk, hogy pont az elején induljon el a videó, egy kicsit belenagyítunk, és rápontosítunk, hogy a leges legelején induljon, majd rátesszük a képet. A kép nyilvánvalóan abban a pillanatban rákerül, alatta van a videó, és fölötte a kép. Gyakorlatilag ez így nem jó. Szeretnénk azt, hogy a kék háttér tűnjön el, és a sivatagos videó előtt ez a szép virágzó ág legyen. Effektusokat fogunk használni, és a chroma key megoldást használjuk, ezt mindenki ismeri. TV-ben, videókban nagyon-nagyon sokszor látunk zöld hátteret. Azaz gyakorlatilag egy olyan megoldást, hogy egy zöld háttér előtt felveszi a mozgását az ember, például a meteorológiai jelentések nagy része is így készül, és majd a technikus eltünteti a zöld hátteret, és mögéje teszi azt a videót, ami számunkra fontos. Azaz egy meteorológus éppen amit mutogat. Ez nagyon egyszerű abban az esetben, hogyha egy jól definiált, egyértelműen meghatározó szint akarunk eltüntetni, de a legegyszerűbb az alapok megértéséhez nem mozgó, hanem egy stabil képet fogunk használni, azaz az adott virágos képünknek a hátterét fogjuk eltüntetni. Chroma Key. Kettő darab van a Basic, tehát az alapmegoldás, illetve a haladó megoldás. Nyilvánvalóan logikus először ki fogjuk próbálni a Basic-et, a legegyszerűbb megoldást, hogy átlássuk, miről van szó, ráhúzzuk arra a képre, aminek a hátterét, illetve egy színét, mert nem biztos, hogy háttér, hiszen itt esetlegesen a virágok színét is eltüntethetjük, áttehetjük átlátszóvá, azaz meghatározzuk a szint, ráhúzzuk és rákattintunk. Itt van egy kulcs szín, amire rákattintunk, kapunk egy színkereső megoldást, hogyha olyan háttér van, úgy fotóztuk azt a képet, ami egy konkrét, jól meghatározható, előre definiált szint ad, azt itt be tudjuk állítani, vagy innét ki tudjuk keresni, de az esetek nagy részében, hogyha internetről letöltünk egy képet, annak a háttere, amit el szeretnénk tüntetni, nem annyira egyértelmű, definiált szín, akkor bizony ki kéne jelölni. A képernyő színének a kiválasztására rákattintunk, kapunk egy kis kurzort, és oda megyünk a kép mezőre. Ha szeretnénk azt, hogy pontosíthassuk a dolgokat, azaz nem biztos, hogy eltaláljuk a kurzorral a szint. Itt könnyen vagyunk már jó nagy terület, akkor természetesen rá tudunk nagyítani a monitor képére, esetleg ha van második monitorunk, oda ki tudjuk tenni ezt a képet, és ott pontosítani tudjuk a színnek a kikeresését. Itt könnyű a helyzet, rákattintunk, kapunk egy szint, látható, megjelent. Ha több ilyen képünk van, érdemes ezt a számot megjegyezni, és utána folyamatosan ezt beírogatni, bemásolgatni, hogy egyforma háttérszint tüntessen el, egyformán definiált értéket tüntessen el. Leokézzük, és rögtön látjuk is a megoldást.
Azaz mit látunk? A háttér eltűnt, és megjelent a kép. Nagyon jó, elindítjuk a videót, és látjuk, hogy alatta mozog a videó, és ennyi. Gyakorlatilag ezt fel tudjuk használni arra is, hogy az adott kis képecskét, jelen pillanatban ezt a virágosságot feljebb tudjuk tenni, jobbra, balra, vagy egyébe bepozícionálni, a zoom eszközt már használtuk. Nagyon kényelmesen oda tudunk tenni mondjuk egy logót, aminek piros a háttere és zöld a logó, eltüntetjük a piros hátteret és oda beigazítjuk, ahova kell, vagy esetleg reciprokát veszük, ellenkező színét veszük, és akkor átlátszó lesz az a rész, ami mögé beszeretnénk tenni egy videót. A múlt részben már hasonlót csináltunk. Azaz, ennyi az egész. Egyetlen egy kitétel van, de erre nagyon-nagyon figyeljünk. Mi? Természetesen az a kitétel, hogy a szint egyértelműen definiálni tudjuk. A variancia, tehát a változékonyság, a változatosságot, ezt tudjuk állogatni látható különböző erősséggel, különböző pontossággal próbálja meg ő elkészíteni az átlátszóságunkat. Én bizony azt mondom, hogy minden képnél érdemes kinagyítani ezzel a kis ikonnal a képünket, és ezt húzogatni, állogatni, hogy pontos legyen, ne legyen szőrös, azaz ilyen csúnya, átmenetes, jól látható, éllel rendelkező a megmaradt rész, és utána egy kis játék után be lehet állítani, nagyon kényelmes. A másik felhasználási módja, ami természetesen egy kényelmes dolog, az, hogy megyünk tovább, és elhúzzuk ide. Látható hátterünk, átlátszó, fekete lett. Nyilvánvalóan itt láthatod oldalt a képméret eltérés, de hát bele tudunk nagyítani, hogyha szeretnénk, most nem szeretnénk. Tudunk mögéje tenni egy feliratot is, vagy egy egyszínű hátteret. Tegyünk is ezek a virágok mögé egy egyszerű hátteret, egyszínű hátteret, ami mondjuk a feliratunkhoz a későbbiekben jó lesz. Mit teszünk mögéje? Színklipet. Színklipet, nem címklipet, mert a címklip a felirat, a színklip természetesen a háttér színét állítja. Legyen ilyen, hát legyen ilyen, hát ilyen zöld videótíp, zöld legyen, és oké, okay, és idehúzzuk a videósávhoz, és ebben a helyzetben mit látunk? Ugyanolyan szép ronda zöld lett a megoldásunk, szintén igaz, mivel változott a hátterünk, érdemes visszamenni a beállításra, és a varianciát, a változékonyságot, a beállítást egy kicsit pontosítani, hiszen eltérő szín, eltérő mozgás egy videóra rátenni, valamit könnyebb, ha nem pontos a szín kijelölésünk, mint egy egyszínű színnél megállapítani, bepontosítani, hiszen az egyszínű háttér az nem mozog, a mozgás elvonja a figyelmünket, és ilyenkor, ha egyszínű a hátterünk, amit betettünk oda, akkor bizony pontosítani kell, egy kicsit változtatni ezeken az értékeken, kinagyítjuk ezzel a kis ikonnal a képünket, és látható, hogy azért szépen működik, ezen azért lehet még egy kicsit nagyítani, hogy ez a csúnya vágás itt ne látszódjon, de hát a többi már azon múlik, hogy számodra mi a kényelmes. Ideális, hozzáteszem, ideális, hogyha két monitorod van, az egyikre ki tudod tenni az egész képet, tehát a videó előnézeti képet, és a másikon pedig az egész beállítási szettedet tudod állogatni, mozgatni. Oké, készen is vagyunk. Alapesetben ez nagyon jó megoldás, és vegyük észre, egyszerűen, villámgyorsan, és különösebb hozzáértés nélkül az egyszínű háttereket el tudtuk tüntetni, és kompozitálni tudtuk, össze tudtuk hozni maszkolással a két videót, illetve pontosítjuk a képet, ami lehet egy logó is, vagy egy felirat is, amit esetleg valaki más egy egyszínű háttér előtt elkészített, mondjuk Gimpbe vagy Photoshopba, azt is ugyanígy meg tudjuk oldani. Ki tudjuk jelölni azt a szint, azt a háttérszint, vagy éppen ez akármilyen szint, ami számunkra eltüntetendő, átlátszóvá teendő. Ennyi az egész. Finoman, egyszerűen tudjuk használni ezt az eszközünket. Oké, lépjünk is egy kicsit tovább. Általános megoldásnak ez természetesen megfelel. Azaz egy szín, eltűn, háttér, előugrik, kész. Ezt tudjuk még variálni,
hát eltüntetjük természetesen a régi effektusunkat, és megtesszük az, hogy a haladó effektust ráhúzzuk ugyanoda. Azért húzzuk rá ugyanoda, ugyanazt lássuk. Itt meg tudjuk adni, szintén ide rákattintunk, hogy melyik szín legyen az átlátszó. Oppá! Lehet látni, hogy itt azért egy kicsit már nem annyira kényelmes a megoldásunk. Miért? Azért, mert nem annyira pontos. A pontosságot lehet állogatni ezekkel a csúszkákkal, illetve felfedezhetjük azt is, egy picit belepontosítok, és talán így jobb lesz. Hát látható, azért itt nem annyira sokkal szőrösebb, sokkal pontosabb elvárásaik vannak a beállítással. Itt már lehet, látjátok, itt azért több beállítási lehetőség van, és be kell állítani, odáig kell ezeket piszkálgatni, állogatni, ameddig számunkra pontos beállítási érték nincs. A soften, azaz a finomságot finoman tudjuk állítani. Na hát ez szóismétlés volt, de azért lehet látni, hogy ott azért változik a minőség, és bizony egy kis állogatás után lehet ezt megtenni. És figyeljünk arra, ami számunkra nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy különböző beállítási lehetőségek mellett miről beszélünk itt, mit látunk itt, egy keyframe elhelyezési dolgokat, azaz be tudsz állítani különböző pontokhoz különböző értékeket, meg tudod adni, hogy a háttér eltüntetése hogyan történjen, esetlegesen az elsőnél például ne legyen semmi háttér eltüntetés, elég jól látni, a nagyítást meg lehet tenni. Oké, itt ne legyen semmi, itt pedig már hozzáadunk egy keyframe-et, a értéket kihúzzuk teljes mértékre, ami nekünk tetszik, beállogatjuk a többit, evel nem húznám az időt, majd ide is adunk egy keyframe-et, majd a végére, mondjuk ide, húzzuk ide, mert ott már átugrik a másikra, hozzáadunk egy keyframe-et, ahol már nincs is háttér, és nézzük meg, mit sikerült tenni. A háttér lazán eltűnik, előugrik, illetve megmarad a virágocska, majd visszajön a hátterünk. Ennyire egyszerű. Hasonlóképpen az itt lévő háttérbeállítások is változtathatók, azaz, hogyha ide adunk egy keyframe-et, hogy a háttér az nyilván itt is tűnjön el, és hozzáadjuk a maximális értéket, beállogatjuk, hogy annyi tűnjön. Itt azért jobban oda kell figyelni, hogy szép legyen, kinagyítjuk, és nagyobb képen lehet pontosítani a dolgokat. Látható, elég szép, de azért számomra egy picit itt ez nem nagyon tetszik. Visszamegyünk oda a keyframe-re, picit lejjebb visszük, hogy visszatűnjenek azok a dolgok, és egy picikét soften rápontosítunk, illetve rálágyítunk az átmenetekre, és megint leellenőrizzük, hát már látható, itt még nem tökéletes, de ide-oda tologatással szépen be fogjuk tudni állítani a minőség, azaz, hogy milyen legyen, és mennyire pontos, nagyon-nagyon függ attól, hogy a háttérszín és a képszín között milyen éles átmenet van, hogyha lágy átmenetek vannak, tehát a zöldből mondjuk fokozatosan menne át pirosba a háttér, akkor az nagyon-nagyon nehéz és elég pontatlanul lehet megcsinálni. Ilyenkor a szoftver értékekkel is lehet állogatni, és ahogy látjuk, vannak ilyen különböző műveleti beállítások, ezt az előző elkednél már megtanultuk, nézzük is meg. A minimális volt beállítva, a maximális pedig mit ad? Azt adja, hogy igazából megmarad a kép, átváltunk, tisztán ábrázolja. Ez is egy másik megoldás, hozzáad, összeadja a kettőt. Ezt is meg lehet, és a kivont is meg lehet tenni. A kivontnál pont a fordítottja lesz, mint ahogy az előbb beállítottuk.
azaz a háttérszint veszi, amit mi beállítottunk színnek, a megmarad értéknek, és a többit pedig eltünteti, nagyon szépen lehet játszani, például egy-egy ilyen virág mögött, esetleg egy másik képet lehet tenni, amikor a virágnak a kontúrja marad meg, nagyon kényelmesen használható. Már megnéztük, hogyan lehet ezt a megoldást egy statikus, azaz egy fix képnél megoldani, ami viszonylag könnyű. És sokan azt mondhatják, mi a fenének killódnak ezzel ennyit, a képet bevisszük egy gimbbe, kijelöljük a kéket, eltüntettem, hogy tudjuk is, miről is beszélünk, kijelöljük ezt a kéket, annak adunk egy átlátszó szintet, kicseréljük az adott szint, a GIMP vagy akármelyik erre alkalmatos képszerkesztő alkalmasá, és utána behúzzuk ide a átlátszó háttérrel rendelkező képünket, és utána ugyanúgy, mint egy átlátszó logót, átlátszó feliratot tudunk kezelni. Nyilvánvalóan ez is megoldás, és sok esetben, hogyha retusálni kell, tehát kézzel esetleg kitörölni egy-egy részletet, mert nem ennyire jól definiálható a háttérszín, akkor az is lehet egy járható út. Oké, ennél mi a haladóbb, vagy érdekesebb, izgalmasabb? Hogyha egy mozgóképet teszünk mozgóképre, erre is van megoldás, és nézzük is meg, hogyan történik ez. Ezt a kis kaktuszvirágzást szeretnénk egy sivatagi háttér mögé tenni, azaz hátul legyen a sivatag, elől legyen ez a kaktusznak a virágzása. Természetesen ugyanazokat a műveleteket fogjuk elvégezni. Első lépés az, hogy fogjuk a háttérvideót és az egyes sávra rátesszük, és előre hozzuk eltüntetve az üres sávot. Föléje tesszük a kaktuszunkat föléje tesszük. Mit látunk? A kaktusz szépen eltakarta a hátteret, és mi az, ami számunkra jelen pillanatban igazából nem érdekes, de jobb, ha tudjuk, van egy audio sávja. Első körben ezeket leszoktam szedni, tehát a csoportot kibontjuk, rákattintunk, és eltüntetjük egy remove-val a hangsávot, azaz szétbontod, és arra kattintasz, amit el akarsz tüntetni. Miért? Bár látható volt, hogy ez egy üres hangsáv volt, de én nem nagyon kedvelem azt, hogy itt-ott mozognak, vannak olyan hangsávok, amiket nem én kezelek, nem én tettem föl, még ha üresek is, kellemetlen lehet, hogyha oda én egy hangot szeretnék tenni, és egy hangsávra, egy helyre természetesen egy hang megy rá, egy hang fér rá, egy bizony előfordulhat, hogy huszkodom rá, és nem megy, odébb akarom mozgatni, és beleütközik a hangsávba, tehát leszeretném tisztázni. A következő dolog az effektusoknál, én a basic-et fogom használni. Miért? Mert egyszerűbb. És nyilván, hogyha nincs más ok arra, hogy egy bonyolultabb, összetettebb eszközt használjunk, akkor mindig próbáljuk meg az egyszerűbb eszközt használni, hiszen abban nem tudunk tévedni. Én gyakorlatilag mit szeretnék tenni? Fogom. Első körben kijelöljük a szint, kijelöltem a szint, és működik, nagyon jó, virágozhat a kaktuszunk, szépen virágzik, ez az, oppá, látható, itt is egy átlátszó hátteret lehetett volna alkalmazni, ha feliratot vagy egy ilyesmit szeretnénk, tehát ilyesmit szeretnénk, hogy oda feliratokat teszünk, ennek ellenére ezen még egy picit változtatunk, látható, hogy azért pontosítani nem árt az átmeneteket, és eléggé kellemetlenül itt már azért jól fog látszódni az, hogy vannak élek, idébb oda lehet tologatni a dolgokat, számunkra a varianciát egy nagyon picit megemelem, 190-re, és esetleg kevésbé lesz látható ott a kékél, nyilván fogunk egy kicsit még ezen pontosítani, 90-nél, 190-nél még látható, 195-re állítjuk, és rá odébb kattintunk, és már egy picit kevesebb, ezzel játszani kell, ez lehet pontosítani, plusz, hogyha nagyon sok ilyen látható kék él van
ez azért pontosításra szorul. Nyilván, hogyha nagyon eltér a kaktusz környéki háttérszín és a új képünk, új videónk, vagy a stabil, egyszínű dolgaink, amit oda beilleszthetünk, akkor finomítani kell, illetve a másikat is lehet használni. Ott a szoftven beállítással ezt az átmenetet egy picikét pontosítani lehet. Oké, de az alapelvet ismerjük. Nem is erre akartam kitérni, eltüntetem ezt a hátteret, és mit látunk? A kaktusz virágzik, de nekünk nincs meg a videónk, azaz a sivatagi mozgásunk. A kettőnek a hosszát érdemes lenne összehozni. Kétfajta megoldásunk van, vagy az egyiket gyorsítjuk fel, vagy a másikat lassítjuk le. Nyilvánvalóan mind a kettő járható út. Itt a kaktusz virágzását szeretném mondjuk 5 másodperc alatt látni, vagy legyen 6, miért legyen 6, mert a videó, ami az alsó, a sivatagos videónk, az 6 másodperc. Ennek a gyorsítása, lassítása nagyon-nagyon egyszerű. Mi az, ami számunkra fontos? Fel kéne gyorsítani. Miért? Hát azért természetesen, hogy 6 másodperc alatt legyen szíves ő lejátszani ezt a videót. Meg tudjuk itt nézni a videó hosszát, és ennek a videónak a hosszát 6 a 20-hoz, azaz mondjuk harmad annyi idő alatt, nagyjából harmad annyi idő alatt kellene ennek lejátszódnia. Mi a feladatunk? Meg fogjuk gyorsítani a kaktusznak a lejátszását. A videó lejátszását gyorsabban kivirágzik a kaktusz virága. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Nagyon egyszerűen meg tudjuk tenni, rákattintunk arra a klipre, aminek a sebességét szeretnénk megváltoztatni, és a sebesség változtatására kattintunk. Figyeljünk arra, nagyon figyeljetek arra, hogy régebbi KDN live-oknál ez effektusként volt elérhető, nem itt most a legördülő menüből kell kiválasztani a sebesség. Hát azt mondtuk, hogy 3 és egy pici szoros sebesség kell, tehát akkor 330-ra rá fogunk gyorsítani. Látható, jól összement a klipünknek a sebessége, és nézzük is meg, hogy miről is beszéltünk. És kihúzom az elejére, és megy a virágzás, iszonyat gyorsan, és kivirágzott a virágunk. Egy nagyon picit lehet ezen még finomítani, rámegyünk, sebesség 3.35 legyen, pontosítani elég nehéz, mert a 20 a 3-hoz nem, illetve a 6 a 20-hoz nem annyira kerek szám, tehát nem lehet, hogy kétszer és háromszoros, de esetleg számológéppel ki lehet számolni, hogy hányszoros, és ide beállítjuk, és leokézzuk, és mondta, egy picit hosszabb lesz, és ennyi, csaltunk egy keveset, levágtunk a végéből egy mozdulattal, és lehet látni, homra megyünk az elejére, ami azt jelenti, hogy ott nagyon fekete, hogy valamelyik nincs kihúzva teljesen, és elindítjuk, és kivirágzik a kaktuszunk, ami egy nagyon kellemes dolog, és el fog tűnni. Ami nagyon szépen lehet látni, nem úgy tűnik el, hogy először eltűnik a kaktusz, vagy először eltűnik a háttér, hanem egyszerre. Tehát így a sebességgel tudunk egy kicsit játszani. Nyilván az a legideálisabb, ha két videó 10 másodpercre egyforma hosszú, és ha te veszel fel valamit, akkor természetesen ezt figyelembe fogod venni felvétel közben, de ha ilyen internetről szabad forrásból, erre figyeljetek, hogy mindig szabad forrásból lévő, tehát szabad felhasználású anyagokat használjatok a saját bemutató vagy egyéb videótokhoz, azaz ennyi az egész. Nagyon kényelmes. Itt azért egy kicsit a sebességgel is kellett játszani. Ugyanezt az effektust meg tudod oldani a másikkal is, a hagyományosabb, összetettebb effektus szerkesztéssel, de én azt mondom, hogy azt kell használni, ami számodra megfelel. Itt azért több beállítási lehetőség van, és változtatgathatod a dolgokat, tehát nagyon jól invertálni tudjuk, meg finoman beállítani. Figyelj, itt a keyframe-eknél külön-külön is tudod állítani,
azaz úgy állogatod, ahogy neked tetszik, egy picit, hogy úgy mondjam, egy picit több időbe telik a 3, 4, 5, 6 akármennyi beállításnak a rápontosítása, de véleményem szerint azért ezzel azért kényelmesebben tudunk dolgozni, ha megtanuljuk. Ha pedig egyszerű a feladat, az előzőt használjuk. Nézzük is meg, hogyan tudunk két videó között profi, jó pofa átmeneteket csinálni. Nyilvánvalóan ehhez megfelelő sablon videó kell, tehát ehhez kényelmesen alkalmazható videó kell, de én azt mondom, hogy ilyet százával lehet találni, vagy készíteni esetleg Blenderbe, hogyha egy kicsit ügyesebb vagy, és fel tudjuk használni nagyon professzionális átmenetek feliratok készítéséhez. Első körben kell ehhez hasonló átmenet klip, azaz olyan, amit az internetről keresel, például az, hogy green screen, abstract vagy hasonló megoldással rákeresel, rengeteg ilyesmit lehet találni, van jobb is, rosszabb is, én ezt az egyet használom, illetve ezt szoktam alkalmazni. Ez eléggé jól néz ki, eléggé egyszerű, azaz nem lesz ezzel olyan gondot, hogy túl csicsás, túl mindenféle átmenet. Hát bizony lehet ilyeneket készíteni egyébként Blenderrel is, hogyha valakinek ilyen kedve van. Én igazából nem értek hozzá, de legalábbis azt mondják, hogy lehet készíteni. Mi az, ami kell? Kell egy videó. Első lépésben ezt a videót elméletileg feliratozzuk, azaz lesz egy alapvideó, lesz egy kis mozgás, átmenet és felirat, majd lesz utána ugyanaz a videó, majd természetesen ezt egy kicsit variálni is tudjuk. A feliratokat nem fogom elkészíteni, fölösleges, hiszen ezzel már tisztában vagyunk. Hogyan tudunk egy adott helyre egy feliratot megfelelően beefektelve, ha úgy tetszik, megcsinálni? Na hát nézzük is meg az alapokat. Első gondolat az, hogy kell egy videó. Legyen a medúzák videó, ezt ráhúzzuk és beillesztem a legelejére, hogy ott legyen, hát nyilvánvalóan ez így nekünk nem túl izgalmas, ezt mindenki le tudja játszani, az abstrakt átmenet videót föléje tesszük, és ide húzzuk, mi az, ami fontos, figyeljünk arra, hogy a hangsávot eltávolítsuk, ez az én heppem vagy elgondolásom, csoport felbontása, eltüntetjük egy dillgombbal a hangsávot, azaz felbontod, kijelölöd, amit el akarsz tüntetni, törölni, és törlöd, és mit látunk? Hát nyilvánvalóan semmit nem látunk, ez így gyakorlatilag használhatatlan alapmegoldást használjuk, nem visszük túlzásba, hiszen ez egy profi átmenetek nélküli, tehát színátmenetek nélküli, jól elválasztható kroma háttér, színháttér, azaz a basic-et ráhúzzuk, és látjuk, hogy ez semmi nem változott. Ki fogjuk kijelölni, oda megyünk, és már látjuk is, hogy a hátterünk eltűnt, hiszen a zöldet kijelöltem, és nézzük is meg itt a kis képen, ide lehet a feliratokat megtenni, címklipet létrehozol, beilleszted, hanyagoljuk, és utána mi történik? Újra előjön a háttérvideó, majd megyünk tovább, és megint be tudsz tenni esetleg egy feliratot, vagy esetlegesen egy másik klipet, teljesen mindegy, én ezt ilyen feliratváltásokhoz szoktam használni, és mi a másik gondolat? Ami nagyon jó pofa, legyen egy olyan videónk, ahol az előbbi mozgással, itt az előbbi mozgással, eltűnik, ide fölkerül egy felirat, és utána a másik videó fog előkerülni, legyen a búváros videó, hogyan tudjuk megoldani, pofan egyszerű, a alsó videót, tehát a háttér videónkat levágjuk, azaz oda megyünk a ollocskára, majd a mutató eszközre rákattintunk del gombbal, amihez hozzárendeltem a törlést, azzal letöröljük a videót. Mit látunk? Hát látjuk azt, hogy itt egy idő után, oppá, látni és semmi nincs.
Itt valaminek kéne lennie, gyakorlatilag a búváros videót ide húzzuk, megnézzük, hogy van-e hangsávja ennek, nincs, és az átmenet hogyan fog működni, figyeljetek, egy picit előbbre megyünk, hogy a medúzákat is lehessen látni, és feliratot beraktuk, és jöttek a halacskák. Profi? Most mondja valaki azt, hogy ehhez kell több 10 vagy 100 000 forintos videóvágó program, hogy ilyen egyszerű, valóban egyszerű effekteléseket megtegyünk, nem kell. Ennél csicsásabb, ennél előugróbb, ennél érdekesebb vagy unalmasabb effekteket fölösleges csinálni. Ne az effektek adják el a videódat, ne azt nézze mindenki, hogy milyen illúziókat tudsz vele tenni egy videóba, hanem azt, hogy te milyen jól összetudtad vágni, milyen jó műsort készítettél, tehát hogyha felveszed a videót és azt szeretnék nézni az emberek, nem az effekteket, a csili-vili dolgokat, nézzük is meg még egyszer, bizony, nagyon jó, nem? Felirat jöhet, és utána a felirat eltűnik, odafigyelj a pontosításra, és utána már nagyon-nagyon szépen lehet lenni. Ha azt szeretnéd, hogy a felirat jól eltűnjön, vagy átmenetekkel tűnjön el, akkor egy sávot létrehozol, és ide illeszted be a feliratot, egy picit játszol vele, és utána szépen fog működni. Azaz megtanultuk azt, hogyan tudunk egy előre elkészített klippel a hátteret eltüntetni, az átmenetet megcsinálni, pár felhasználási gondolatot adtam, de lényeg a kreativitás. Azaz az, hogy én itt azt mondtam, hogy ide feliratot lehet tenni, de lehet oda képet is tenni, vagy akármi más. Ezt lehet halmozni, több tucat videót átmenetesíteni tudsz ilyennel, át tud menni egyik videóból a másikba, meg egyéb ilyen gondolat, megoldható bármi. De az alapok ugyanezek, ha ennél komolyabb kell, tehát ennél több beállítási lehetőség kell, akkor természetesen ott van a haladóbb effektelési lehetőség a chroma keynél, színkulcsnál, és azt is tudod használni, ha éppen színklippeket akarsz betenni, színeket akarsz még mögé tenni, vagy klippeket szeretnél változtatni, de az alapokat ismerjük. Ezután már a te fantáziád adja, hogy jó minőségű, szépen kinéző videókat tudjál összehozni, méghozzá egy ingyenes és jól kezelhető, hozzáteszem, jól kezelhető videóvágó programmal. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok, jó kísérletezést kívánok. Miért kívánok jó kísérletezést? Azért, mert hogyha nem egyszerű kék, vagy zöld, vagy egyszínű a háttér, amit te el akarsz tüntetni, és az egy videóban van, és a másik videó az is egy kicsit már macerásabb, különböző mozgások vannak, és jól elüt a kettőnek a szín összetétele egymástól, akkor azért pontosítani kell. Hát nyilvánvalóan már azért láttuk, hogy ennek azért a beállítása nem két pötty, hogy fogom, aztán rákattintok, és utána már ő automatikusan mindent megcsinál, picikek is ide-oda tologatjuk a csúszkákat, beállogatjuk a szoftveren, egyéb értékeket, a denzitás értékeket, és utána már egész jó pofa dolgokat tudunk kapni. Nem mindegyik képet, nem mindegyik videót lehet egymásra így tenni, hiszen itt azért elvárás, hogy jól definiálható, kisebb-nagyobb töréseddel jól definiálható szín legyen, amit el szeretnél tüntetni, de azért lehet használni. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, mindenkinek jó kísérletezést és jó videóvágást kívánok, sziasztok!